A világ minden részén február 4-én van a rákbetegek világnapja. Február 4-én írták volna a Párizsban a úgynevezett párizsi kartát, ami a rákbetegségek elleni küzdelmet rögzíti és felhívja a világ országait, annak vezetőjét, hogy tegyenek meg mindent a rákbetegségeknek a visszaszorítására, stb. A megemlékezés mellett előadásokat is tartanak, ezzel is segítve az érintetteket és a családtagjaikat az elfogadásban és a gyógyulásban. Alapelvünk az, hogy a családot együtt kell kezelni. Legalább annyira van szüksége a családnak, családtagnak, mint magával az érintett daganatos betegeknek, a segítségre, kételyekre, ugyanúgy lehetnek depressziós betegek, és azt lehet sorolni. Alapelvünk, hogy együtt, ha bár nehezebben, lehet meghívni mondjuk a férfiakat, de nem csak erre, hanem a város érdeklődő lakosságát is, pontosan azért, hogy legyen ismerete, ismerje fel azt, hogy mennyire fontos egy szűrővizsgálat, a tabu témákat ejtsük el, tehát az, hogy valaki dagantos beteg lesz, az nem egyenlő a halálos ítélettel, ezt azért mondanunk kell szélesíteni. Hangsúlyozta a civil szervezet vezetője. A mai előadók ebben segítenek a megjelenteknek. A mai előadónk egy kicsit meglepetés lesz. A dr. Borsos Anikó volt ANTS főorvos. Akkor lesz egy meglepetés a kórházból, illetve egy országos egyesületnek az elnöke. Az egyesület neve a Gyógyulj Velünk Egyesület. Magában benne van nevében, hogy összefogja az embereket sporttal, tehát a gyaloglás egyebek, hogy gyógyulj velünk, tehát ez van, hogy együtt gyógyuljunk. Aki szeretne a Rákbetegek Egyesületéhez csatlakozni, azt nagy szeretettel várják a Rákóczi út 3 szám alatti irodájukban.